a nagyapám, az apám, ők nimbitorláztak. Tehát Balaton Szemesen, szerintem nagyapám volt a ilyen elsők között, aki evezős csónakból, árbóccal, vitorlával próbálkoztak. Apám valamikor 37-8-ban szertett egy 25-ös túrajólléra, az a kócsag volt, 1901-2003, tehát a környékén datálódik. '57-ben a bátyám, a Fináci László, elmentek Siófokra a Vasasba, a budapesti Vasasnak ott volt egy vitorlás telepe, most a Maharté. Hát ugye rögtön az első évben kaptam egy balatoni dingit, ez 57-ben volt, és az a hát ifjúsági bajnokságot nyertem. Engem tulajdonképpen a Doles Iván támogatott kezdettől fogva. Akkor még nem léteztek edzők a klubban, hanem voltak klubvezetők, és tulajdonképpen ilyen, hogy szakma, milyen nem volt. Hát vitorlázni szerettek az emberek. Nem voltam sokáig az ő, hogy is mondjam, versenyzője, de mégis úgy tekintett engem, mint az ő, mint a saját versenyzője, és a 64-es olimpiára való felkészülés, és aztán a, ugye az már ott volt nála. A findingizést, meg az egész ugye a hajó, vitorla, mindenféle, amit ki lehetett találni, azt én mind a Miklóstól kaptam, és ő segített engem. Végülis az, hogy én az olimpiára 64-be eljutottam, az abban Miklósnak is komoly szerepe volt. Ha jól emlékszem, ő mehetett volna, mert jobb volt nálam, csak beteg lett. Úgyhogy így kerültem én egyel előrébb valószínűleg. Ugye az olimpia akkor is egy ilyen nagy mágia, elérhetetlen dolog volt, pláne Japánba, Tokióba, ez hogy van. Az emberrel megtörtént ez, és nem volt ez, tehát nem sokat gondolkodtam én ezen, hogy van. De egyszer csak jönnek, hogy edzőtábor Tatán, akkor nem tudom én, végén ott állsz, tudom, kalapba, zakóba, és akkor itt a repülő menj el.